A Vackor Szabadkai Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény a város szűk központjában a Rádigy-Fivérek utca 67-es szám alatt található. Az épület több mint 1600 négyzetméteres. A földszinten két bölcsődei, az emeleten három óvodai csoportszobát alakítanak ki. A beruházás az Anyaország 2017-ben meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának részeként valósul meg. Sikerült szorványjogodai központokat, szorványovodákat létrehozni. Fejlesztettünk a szorványban, óvodai csoportok jöttek létre. Szinte minden magyar csoport magyar sarkot kapott, játszóterek a mai napig készülnek, újulnak, frissülnek. Mégis a legnagyobb beruházás itt a Vajdaságban egy óvoda fölépítése. A 27 éves Vajdasági Magyar Szövetség alapítói azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vajdasági Magyar közösség közmegbecsülésnek örvendve boldoguljon a szülőföldjén. Az óvodaépítés is ezt a célt szolgálja, mondta Pásztor István a VMS elnöke. Ez jellemezte az elmúlt 27 évet, ezért kötöttük a szövetséget ezért erősítettük meg újra és újra, ezért terebélyesedett ki a Vajdasági Magyar Szövetség mára egy olyan szervezeti, amelyiknek több mint tízezer tagja van, és olyan partnerrendszert épít, amelyikben mindannyian benne vannak és benne vagyunk, akik abban érdekeltek, hogy a közösség boldogulni tudjon. Talán a szülőföldön való megmaradásnak és boldogulásnak nincs is jobb példája, mint az óvoda. Nincs is jobb példája, mint ez az óvoda. A Vackor a magyar tannyelvű tanítóképzőkar gyakorló intézménye ősztől összesen száz gyermeket fogad. A korosztályok szerint elkülönített csoportszobákhoz mellék és egyéb helyiségek is társulnak. Több közösségi tér, korszerű tornaterem, külső udvar és játszótér is várja a kicsiket. A tervek szerint a vackornak új vidéken is lesz kihelyezett tagozata.